Mikor lesz már neked pasid, csajod, gyereked? Megkaptad már ezt a kérdést valakitől? És milyen érzés volt? Gyanítom, hogy nem túl jó. Kínos, kellemetlen. És hát az az esélyes, hogy a kérdezőnek ez volt a szándéka. Az esetek többségében ez a tapasztalat. Ha elfelől kétséged lenne, akkor kérlek nézd meg az Én csak jót akarok neked 10-es számú videómat. A kérdésre, hogy mikor lesz neked pasi, csajod, gyereked, az egyszerű, profán válasz mi között hozzá, vagy önnek mi köze van hozzá. A kifinomultabb válasz a következő. Ez önt miért foglalkoztatja? Vagy ez téged miért foglalkoztat? Ez a kérdés neked miért fontos? Mondjuk X néni, nevezzük így, ezt a választ adja. Ó, aranyoskám, én csak kíváncsi vagyok, érdekel, mi van veled. Erre a válasz, kedves X néni. A kíváncsiságát nem nekem kell kielégíteni. Erre van például a televízió. Az én magánéletem csak rám tartozik. Hogy mi van velem, arról szívesen beszélek, és ha fontos közlendőm van, akkor elmondom. Álljál ki önmagadért, ez a határállítás, amely témáról a Túlélésből kitűnő és a Napocska projekt című könyvemben is írok. Link a profilomon.